A nagyatádi vegyes kar tagjai az óriási sikernek örvendő televíziós tehetségkutatók szellemében szervezték meg a hétvégi bájuk műsorát. Az énekesek kórusművek helyett ezúttal a zenés show műsorokban elhangzott dalokkal lepték meg vendégeiket. Programjukba a közönséget is bevonták. Hurkapálcára rögzített színes csillaggal, illetve X-el jelezhették, hogy az adott dalt melyik műsorban hallhatták korábban. Az esten olyan slágerek csendültek fel, mint a hangokba zárva, a Most kéne abba hagyni, az Örökké tart, vagy az Eurovíziós Dalfesztiválra beválasztott Szerelem miért múlsz. Nagy izgalommal készültünk a bájra, elmúlott a 20 éves évforduló, de minden évben megrendezzük a hagyományos bálunkat, és ebben az évben az országot az X-faktor és a Megasztár versenyzői hozták lázba. Úgy gondoltuk, hogy a nagyatádi vegyes karban is van olyan sok Megasztáros és X-faktoros jelölt, hogy megmutatjuk a közönségnek, és ezzel készültünk, kizárólag magyar dalokkal. Az éneklésből, a szórakoztatásból senki sem maradhatott ki, így mindenki egyénileg is megmutathatta énektudását. A vegyes kar arról szól, hogy mindenki tud énekelni, vannak, akik bátrabbak, vannak, akik kevésbé bátrak, de mindenki kiveszi a részét aktívan, van, aki egyedül énekel, van, aki duettet énekel, van, akik hárman énekelnek, úgyhogy mindenki az egyéniségének megfelel zenét választotta. Minden kórustagot megpróbáltam megmozgatni. Az idei érdekesség az az, hogy két kórustagunk, aki nem annyira szeretett volna, ők lesznek a műsorvezetők, és nagyon-nagyon jól elkapták a fonalat. És hát a mostani nagy magyar énekesek szinte összesét fel tudjuk vonultatni ma este. A csapat karmestere az elmúlt időszak történéseiről és eredményeiről is beszámolt. A vegyes kar ugyan eddig még nem válthatta valóra minden korábbi tervét, a tagok továbbra sem mondanak le álmaikról. Eljutottunk Székesfehérvárra, ahol nagyon nagy sikerű koncertet adtunk, és most a bál lesz az, ami szerintem egy átütő siker lesz, és nagyon remélem, hogy ezzel a műsorral máshova is meg fognak bennünket hívni. A kórus tagjai a közeljövőben sem fognak unatkozni, még a héten összemérik énektudásukat más környékbeli együttesekkel. Csurgon lesz a Dél-Somogyi Dalos Találkozó, ahol ugye a szokásos Barcs, Nagyatád, Csurgó város kórusai lépnek fel, nagyon készülünk oda is. Aztán június 10-én itt Nagyatádon, a helyszín még nem biztos, de szerintem itt az előtérben, a sportcsarnokban fogjuk megtartani az évzáró koncertünket, ahova most nagyon sok szeretettel hívok minden nagyatádit. A gála műsor megfelelő motivációt adhatott az énekkari tagoknak, a változatos énekes műsorblokk kellemes ráhangolódás volt az esti bára.